Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Beszámolt elmúlt évi tevékenységéről a polgármesteri hivatal, akik a városon kívül további települések napi ügyeit is intézik. A város önkormányzata emellett döntött a civil szervezetek támogatásáról is, az eredeti előirányzott összeget megemelve 4,3 millió forinttal segíti Bátaszék a különböző szervezetek éves tevékenységét. Bátaszék polgármesteri hivatala nem csak a város ügyeiben intézkedik, hanem további három kis település közigazgatásában is illetékes. Mindez jelentős terhet ró a szakmai stábra. A legutóbbi testületi ülésen beszámolt az elmúlt évi tevékenységéről a közös hivatal. Az anyagokból látszik, hogy 2018 is egy mozgalmas esztendő volt a hivatal életében. Óriási számokról beszélünk ügyiratforgalomban. Ha azt mondjuk, hogy a három képviselőtestület, amelynek a működését ugye a hivatal ellátja, több mint 400 határozatot hozott, több mint 50 rendeletet alkotott a három képviselőtestület, ez is már önmagában jellemzi, hogy mekkora előkészítő munkát kell itt végezni a hivatali apparátusnak, de emellett ugye a lakossággal is kapcsolatos ügyintézések is itt zajlanak. Azt lehet mondani, és úgy ítéltük meg, hogy 2018-ban is a szakmai elvárásoknak maximálisan eleget tett a közös önkormányzati hivatal. A létszám változás ugyan bekövetkezik, de jól állják a sarat, jól tudják pótolni a kollégákat adott esetben. Mind a három képviselőtestületnek az volt az összefoglaló véleménye, hogy elégedettek a hivatal munkájával. Alapvetően a hivatal az jogszabályok mentén működik, tehát a jogszabályok határozzák meg azokat a kereteket, melyek között nekünk az ügyintézési feladatokat el kell látni. Informatikailag lehet segíteni ennek a rendszernek a javításán, bár el kell mondani, hogy a jelen informatikai rendszer egy kicsit dadogós, döcögős. Ennek a fejlesztése mindenképpen indokolt. Ha abban tudunk egy kicsit előrelépni, akkor valóban egyszerűsíthet az ügyintézés, amelyet én úgy gondolom, hogy a lakosság is érzékelni tud majd a későbbiek folyamán. Három témában is zárszámadást tárgyalt a képviselőtestület. Megtörtént a közös hivatal gazdálkodásának értékelése is. Abszolút elégedetten tudunk ebben a kérdésben nyilatkozni. Az előírtaknak megfelelően az előírások között tudott a gazdálkodás lefolyni, likviditási gondok a hivatal életében nem voltak, és hát egy minimális pénzmaradvánnyal tudta zárni a 2018-as esztendőt. Hasonlóakat tudunk elmondani a önkormányzat gesztorságával működő társulások esetében is. Ugye egészségügyi, szociális, illetve az oktatási társulást működteti a közös önkormányzati hivatal. Itt is a pénzügyek teljesen rendben voltak, előirányzatok között tudott mozogni mind a két társulás. Itt is pénzmaradvánnyal zártunk mind a két esetben. Úgy gondoljuk, hogy a gazdálkodásban semmifajta fennakadást nem volt tapasztalható a 2018-as esztendőben. Emellett a város 2018 évi költségvetésének értékelésére és zárszámadására is sor került. Amellett, hogy pénzügyi szempontból kedvezőbbek, hiszen nem kell önállóan fenntartani szinte ugyanazt a szakmai apparátust, tehát átfedésekkel lehet működtetni, és ez ilyen szempontból költséghatékonyabb. Szakmailag is többet tudunk nyújtani társulás keretében, mert kvalifikáltabb szakembereket tudunk gyakorlatilag a feladatokba beállítani. Tehát ez a kettősség szempontjából úgy gondolom, hogy egy társulásban való működés vagy működtetés előnyös, elsősorban a kis települések számára. Döntés született a 2013 évi civil támogatásokról. Pályázatot írt ki az önkormányzat még májusban 4 millió forint keretösszeggel. Az a döntés született, hogy a 4 millió forintos keretet mintegy 300 ezer forinttal megemelve 4 millió 300 ezer forint került szétosztásra a civil szervezetek között. 18 civil szervezet nyújtott be pályázatot, mind a 18 civil szervezetet támogatja a város. Támogatás mértéke 50 ezer forinttól 500 000 forintig terjed. Ezekkel az összegekkel próbáljuk segíteni a civil szervezeteket egyrészt, hogy a működési lehetőségeik egy kicsit jobbak legyenek, másrészt, hogy az évi rendezvényeiket meg tudják tartani. A rendőrség napja alkalmával minden esztendőben találkozik egymással a város vezetése, a megyei és városi rendőri vezetőkkel. Az idei jó hangulatú együttlét alkalmával mindkét fél elégedettségének adott hangot. Az is kiderült, hogy bűnözési szempontból Bátaszék a megye egyik legnyugodtabb vidéke. Szeretnék köszönetet mondani nektek azért a munkáért, amit a településünkért
végeztek. Ugye túl vagyunk már egy-két szakmai értékelésen, főkapitány úr értékelte megyei szinten, kapitány úr a szekszárdvárosi szinten az elmúlt esztendő munkáját, és hát azt szokták mondani, hogy a tények meg a számok azok makacs dolgok. Hála jó Istennek azt lehet ezekből leszűrni, hogy mind a megyének, mind pedig szekszárdváros térségének közbiztonsági helyzete az, hála jó Istennek, nagyon jónak mondható. Mind országos szinten, megyei szinten, meg hát egyértelműen Szekszárdváros viszi a hoztál az első helyet. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Bozsonyik Róbert polgármester a rendőrség napjára érkezett vendégeket. A beszédből az is kiderült, a rendőrség bűnmegelőzési és bűnöldözési tevékenysége hatékony. Bátazék városa a szekszárdi kapitányság illetékességi körébe tartozik. Pilisi Gábor kapitány értékelése alapján elmondható, Bátaszék az egyik legbiztonságosabb környéket van a megyének. Szeretném megköszönni Bátaszék önkormányzatának, hogy megint gondol a rendőreire. Ez már hagyomány, hogy így rendőrnap tájékán meginvitál bennünket, és egy fehér asztal mellett kötetlenül tudunk beszélni az itteni sajátosságokról. 6001 pár száz lélekszámú Bátaszék, és nem is csak Bátaszéknél ragadnék le, hanem a környező települések, ahol még összesen úgy számolom, hogy Pörböly, Báta, Alsonyék, Bátaszék közel 10 000 lélekszám. A kisebb egység van itt, egy közbiztonsági alosztály őrs nagyságát lehet mondani. Kevesebben vannak, ezért őnekik is, ha kisebb kihívások is vannak, de sokat kell ahhoz dolgozni, hogy így megbecsüljék őket a helyiek, mint ahogy a mai napon ennek látjuk példáját. A számadatok mondanak és adnak vissza egyfajta információt a munkátokról, de talán ennél fontosabb, és talán ti is így érzitek, hogy a lakosságnak a úgynevezett szubjektív biztonságérzete, hogy ő hogy érzi magát a bőrében, milyennek ítéli meg a ti munkátokat, talán ez még fontosabb. És talán azt tudjuk erre elmondani, hogy ez is nagyon pozitív az elmúlt évekre visszatekintve, hiszen én most a bátaszékiekről tudok mondani, mi bátaszékiek úgy érezzük, hogy azok a szervezetek, a rendőrség, a polgárőrség jól végzi a munkáját, és hát Bátaszéken hosszú évekre visszamenőleg nem tudunk olyan eseményt mondani, ami nagyon-nagyon megrázta volna Bátaszék város közvéleményét. Ennek a környéknek a kriminalitása, ha csak a kapitányság illetékességi területét nézem, és nem is tágabb kitekintésben, akkor sokkal nyugodtabb itt a helyzet. Ez azt jelenti, hogy összességében kevesebb bűncselekmény történik. Súlyosabb bűncselekmények száma is jóval kevesebb. Tehát most megnéztem a statisztikát, mielőtt ide jöttem, a testi sértések elvétve fordulnak elő, a vagyon elleni deliktumok inkább, meg ami itt mégiscsak van specialitás, az a hulladék gazdálkodás megsértése. Itt a zöldövezetben elég sokan raknak le olyan anyagokat, amit hát nem kellene oda, ebből azért több van itt a jellemzően ezen a területen. Ezt a gondolatot erősítette a bátaszéki őrsparancsnoka Vas János is, aki szerint egy kis kapitányság rendőri szempontból azért érdekes, mert sokrétű feladatoknak kell megfelelni. Egy kis kapitányság vagyunk, sok mindent önállóan, mint egy kis kapitányság úgy működünk, sok mindent önállóan kell megoldjunk, gyakran egyedül, ennyiből speciálisabb, mindenhez kell egy kicsit értsünk igazából. Nagyon komoly a polgárőrség, az is specialitás itt, hogy nem csak Bátaszékre koncentrálódik, hanem egybe fogják a többi település polgárőreit, a feladatukat is úgy szervezik, és hát a rendőrséggel közös szolgálatokat, velünk közös szolgálatokat adnak, úgyhogy szerintem ez rendben van teljesen. A kapitányság legdélebbi részén vagyunk. Most a csúnya szót használok, akkor az alvégen, ez nem igaz, mert azért gépkocsi fejlesztésekben is odafigyeltünk, tehát több jármű van, új járművek vannak, a számítógépparkot fejlesztettük az elmúlt évben, úgyhogy én azt gondolom, a technikai háttér rendben van az őrsön, hogy ezzel nincs probléma. Hogy jó-e rendőrnek lenni egy vidéken, ahol a személyes kapcsolatok is megvannak a szervek és az emberek között, a legautentikusabb választ maga a rendőr tudja megadni. Jó csapat van, jók az emberek, gondolom egy normális, élhető településen kell munkát végezzünk, úgyhogy határozott igen a válaszom. Thank you.
Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező, konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő, fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Öt esztendővel ezelőtt szervezte meg először a Német Kulturális Központ a Trachtag egy nap népviseletben elnevezésű programját. Az ország számos pontján a német kultúra jellegzetes ruhadarabjaiba öltöznek ilyenkor a résztvevők, kombinálva azokat a mai divat szerinti viseletekkel. Bátaszéken is fókuszban volt a hagyományok átörökítése. Vegyünk fel valamit a népviseletből, és tegyük ünnepé ezt a napot. Idézzük meg őseink emlékét, és mutassuk meg gyerekeinknek, hogy milyen örökséggel érkeztek. Körülbelül ez a mottója a németek kezdeményezésének, melyhez egyre többen csatlakoztak az elmúlt 4 esztendő alatt. A bátaszéki óvodások is nagy izgalommal készültek egész héten, hordták be a szoknyákat, kendőket, kalapokat, hogy aztán megmutathassák ezeket egymásnak, és közben észrevétlenül tanuljanak őseik kultúrájából. Jelenleg óvodánkban 3 német nemzetiségi csoport működik. Most már annyira ki tudtuk egészíteni a nemzetiségi pedagógiai munkatervünket, hogy most már második éve az óvodában német nemzetiségi tánccsoport is működik. Arra gondoltunk, hogy mivel 2015-ben indult ez a kezdeményezés, hogy a népviselet napja, április 24-én van a magyar népviselet napja, 26-án pedig a német nemzetiségi népviselet napja. És arra gondoltunk, hogy mi a mai napon kapcsolódunk ehhez a kezdeményezéshez. Igazából ennek számunkra nem az volt a célja, vagy nem az a célja, hogy akár a gyerekek, akár a felnőttek, a meghívottaink egy teljes, komplett népviseletbe öltözzenek, hanem az, hogyha van odahaza valamilyen régi nemzetiségi hagyományhoz kötődő, vagy egyáltalán valami régi ruhadarab, akkor azt húzza magára, egészítse ki a éppen aznapi ruhatárát ezzel. Egyszerű egy hagyományt úgy átörökíteni, hogy összekötjük a jelennel. A hagyományőrzés nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. A tüzet pedig kicsi korban kell begyújtani. Ha behozzuk a mindennapjainkba a hagyományt, a viseletdarabokat, a kézművességet, akkor sokkal könnyebben elsajátítja a gyerek, mint hogyha csak egy múzeumban, egy tájházban találkozna vele. Ha élővé tesszük számukra, akkor sokkal jobban magukévá fogják tudni. Nagy izgalom volt, igen. Ugye mindenkitől kértünk, aki tudott, hozott viseletet, már ez is egy izgalmas dolog, hogy pörgős szoknya lehet rajtunk, színes ruhák, befonott hajak. Ez egy különlegesség a gyerekek számára, nem mindenki találkozik otthon már a családban ezekkel a dolgokkal. Voltunk a németes csoportokkal a tájházban, ott megnézhettük a kiállításon is, ott elmondták, hogy régen hogy volt, és most ma pedig beépítettük a napunkba. Az óvodát is egy régi korok öltözeteiből összeállított kis kiállítás színesítette. A gyerekeknek pedig lehetőségük van a német táncok megtanulására is. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a gyerekek már kiskorban magukba szívják az identitástudatot, és ismerkedjenek a német nyelvvel, német mondókákkal, zenével. Mivel a gyerekek sokat mozognak, így a mozgás az egyik legfontosabb számukra, és a mozgással sok mindent el lehet érni, ugye a zenét és a nyelvnek a megszerettetését is. A tánccsoport 2 évvel ezelőtt alakult az óvodánkban. A 9 csoport van az óvodában, és a 9 csoportból toboroztuk a gyerekeket,
és nagyon szeretik a táncot, hetente egyszer szoktunk próbálni. Fölül egy blúzt láthatunk, egy ilyen kis egyszerű kis blúziket, ami tulajdonképpen egy ilyen alsó szoknyaként is funkcionál, mert hogy hosszabb volt, leér a combjuk közepén, igaz? A másik apropó, amiért ma itt így összegyűltünk, az az, és ennek rendkívül örülünk, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Egyesület támogatásaként nagyon szép új viseletet kaptunk tőlük. Tehát az előbb említett nemzetiségi tánccsoportunk vadonatúj gyönyörű ruhákat kapott. És hát ezt nagyon szeretnénk bemutatni, ezeket a ruhákat a vendégeinknek, szülőknek, meghívottainknak. Hát egyrészt, másrészt pedig hát ezzel szeretnénk megköszönni számukra ezt a nagylelkű felajánlást. Anyagi fedezetre is szükség van ahhoz, hogy az idén már 5. alkalommal megrendezhessük ezt a traktágot, a viseletünk napját, aminek a célja az, hogy egy ruhadarabbal hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen is volt őseink viselete, a gyerekeinkbe ezt az identitástudatot, származástudatot mélyítsük. Természetesen ehhez szükség van pénzügyi fedezetre is. A Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosította az óvoda számára egy keretet, amiből lehetett a gyermekeknek ruhát készíteni, szoknyát, blúzokat, kötényeket. Itt szabás mintákra is szükség van, hogy azok a blúzok olyanok legyenek, mint amilyen annó is voltak, illetve hogy a kékfestő valóban kékfestő, a kötény is szintén kék, tehát hogy stílusában minden úgy passzoljon, ahogy volt is végül. Mi szeretnénk, hogyha ez a traktág egy traktvokéba, tehát egy teljes hétben folytatódna majd a közeljövőben. Ötletek oda is vannak, nyilván meg kell találjuk erre is majd a forrásokat és a lehetőségeket, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy az óvoda ehhez csatlakozni kíván, és a gyerekekben látjuk a mi utánpótlásunkat, a tánccsoportunknak, az egész túlélésünknek a kulcsát. Bár a beérkezett minták mennyisége elmaradt a várakozástól, a minőséggel nem volt baj a Bukominai Székelyek országos borversenyén, melyet ezúttal 10 esztendő után ismét Bátaszéken tartottak. A díjátadón az is elhangzott, átalakulóban van a gasztronómia, melyre egyre nagyobb terepet kap a bor. Bár a székelyek saját bevallásuk szerint sokkal inkább a pálinkázást részesítik előnyben a borozással szemben, már a borkultúra is része lett a székely gasztronómiának. Így módon az országos bukovinai borverseny megrendezése is rangot jelentett a Bátaszéki Egyesület számára. S bár a minták száma elmaradt a vártól, a minőséggel nem volt igazi probléma. 10 évvel ezelőtt volt Bátaszéken borverseny, és akkor jól sikerült, azért gondoltuk, hogy hát most is jól fog sikerülni. Sajnos közel van a húsvét, és mindenhol borversenyek vannak, úgyhogy viszonylag kicsi volt a felhozatal, de akkor is igyekeztünk, és mindent megtettünk azért, hogy sikeres legyen. 2 napig gyűjtöttük a bort, harmadika, és szabályos zsűri 5 asztalon levizsgálta, úgyhogy mindent rendesen megcsináltuk. Reméljük, hogy az eredmények is jók lesznek, meg én se tudom még, hogy mik az eredmények, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki meg lesz elégedve, velünk is, meg a rendezvényünkkel is. Az a szám benne, vagy az a nagyszerű benne, hogy a másik faluból jövő ismerősök, barátok is eljönnek, és akkor találkozunk. Az egésznek ez csak indok arra, hogy mi összejöjjünk, most éppen borversenynek hívjuk, Dombováron foci találkozónak hívtuk, egyébként is találkozunk, amikor csak lehet, ez csak egy indok arra, hogy találkozzunk és jól érezzük magunkat. A székelység olyan, mint a vallás, azt otthon egyedül nem lehet, illetve lehet, de feleslegesnek érzem. Én úgy érzem, hogy a székelységünk olyan, amit közösségbe kell megélni, átélni, és
megtapasztalni, és a közösségben lenni jó. Nem csak a tévé előtt a kis bigyulákat nyomkodni. Úgy érzem, hogy ez a székely nép ez erre termett, hogy közösségben élje meg a székelységét. Illés Tibor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is azt tartja, minden rendezvény, melyet egy népcsoport tagjai megrendeznek önmaguknak, összekovácsolhatja az embereket. Tovább jut mutató, hiszen valamit kell alkotni, tehát egy rendezvényt kell lebonyolítani, ami tulajdonképpen Bátorszéken, hála jó Istennek, nagyon jó színvonalas programok keretén belül zajlik. A Bukovinai Székelyek ugye Bukovinában nem volt egy bortermelő vidék. Mártonfi Mór volt, aki tulajdonképpen elindított egy folyamatot, majd későbbiekben ugye amikor Bácskába kerültek, tehát Bácskában már kisgazda továbbképzések voltak, tehát ott már lehetőséget adtak arra, hogy tulajdonképpen megtanulják a bornak tehát a maga termesztés, meg a bornak a kezelését. Ugyanakkor ugye, amikor völgységbe kerültek, ugye akkor viszont a sváboktól nagyon sok mindent megtanultak, hiszen itt már kialakult bortermelő vidékek voltak. László Árpád a versenyfődíjasa arról beszélt, hosszú évek folyamata kellett ahhoz, hogy ma már borversenyt lehessen szervezni a székelyek között. 15-20 évvel ezelőtt is már nagyon neves borászok készítettek bort, ugye székely származásuk révén is, de igazából ez a borverseny tovább erősíti ezeket a dolgokat, tehát tovább erősíti azt, hogy több ember kapjon kedvet a borkészítéshez, szőlőműveléshez. Ez nagyon fontos feladat, mert a térségben több olyan terület van, amit egy kicsit már elhagynak, és én is veszem észre azt, hogy a fiatalok rájöttek annak az ízére, hogy egy kicsit a szőlőműveléssel foglalkozni, a borkészítéssel tovább lépni. Ez ma már kezd hagyomány is lenni, én azt gondolom. Minden borbírálatkor egy olyan összesítés van, ami után ugye megbeszéljük azt, hogy a minőség az milyen irányba mozdul el. Én azt látom az utóbbi évek során, hogy ez egy felfelő ívelő dolog. Tehát megfogadják a termelők a tanácsokat, és hát többen is jönnek azért egyre, többen jönnek a versenyre is, illetve a rendezvényre. Nagyon sok bor volt, ami sok volt az ezüstérmes, és ezeknek mi is súlya van. Tehát fontos, hogy ezt mindenképpen szélesebb körben publikálják, hogy ez tovább menjen. A szervezőbizottság visszatérve a gyökerekhez abban gondolkodik, hogy a jövő esztendőben a borverseny mellé pálinka versenyt is hirdet, ahová a tervek szerint meghívnák a határon túlélő termelőket, gazdákat is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!